Sziasztok, ez itt Zsuált 64 és a Zelda Ocarina of Time végjátszásának akárhanyadik epizódja. Jó régen... Na, ilyenkor kezdenék a profik újra az egész videók, de hát ugye leszarom. Szóval a lényeg az, hogy elég régen volt rész. Gondoltam már szűkön ülve várjátok, hogy mi fog történni itt ebben a szobában. Hát elárulhatom, hogy itt Majondorfnak a személyes kérójával érkezünk, ez a gyönyörű 18 szögletű szoba, vagy csak 8, nem tudom pontosan. A picsába! Pedig még akartam nézgetni a képeket, de... Hogyha már így gyorsan bezárottunk, akkor ki van itt? Majondorf van itt! Már rég láttuk úgyis. 7 év elteltével, de egy szemránc így sem öregedett, biztos... Valamelyik Garnier. És itt a nagy reveláció! Majondorf egy pocok! Egy lovon ülő pocok. Szóval ez itt a következő boss. Evil Spirit from Beyond, Phantom Majom. Ez gyorsan alakult, de elő akartam vezetni a sztorit egy kicsit, de nem baj, legalább haladunk. Mert a mai videóban úgyse tervezek a kúra sok mindent csinálni. Itt egyébként az a taktika, amit elolvastam az internetekről, hogy gyáva gyerek módjára el kell bújni az egyik sarokba, aztán meglőni a Majondorfot. Aha! Majdnem összejött, szóval az a lényeg, hogy mindig kétszer jön. Két alkalommal jön, és az egyik az igazi, a másik nem, és amikor elkezd kijönni a képből, akkor meg kell lőni az íjjal. Hát most remélhetőleg ez lesz az, hogyha majd megfordul, akkor kiderül, nem ő az. Ez az. Nem azért, de eltaláltam. Nem olyan egyszerű eltalálni, vagyis hát nem tudom, az előbb gyakorlatilag most akkor egyszerű volt, de egyébként azért kell ideállni a sarokba, erre a háromszögre, mert itt nem talál el az áramozása, tehát gyakorlatilag amíg tart az íjak száma. Most meg tudok célozni, megkérem. Szóval még 20 ilyen van, háromszög ilyen eltalálni, majd csak sikerülni fog. Legalább lesz hossza a videónak. De szóval az lenne, hogy el kell találni háromszor, aztán majd jön a következő kör. Most tuti nem az lesz az igazi, hol jön még. Pedig már olyan jól megtanultam ezt a célzást. Na, ha! Egyszer sikerült. Ilyenkor visszamegy a képbe. És még ugyanezt meg kell csinálni kétszer. Gyakorlatilag ennyi. Az, hogy ilyen gyáva módon elbújjuk a sarokba, az csak azért van, hogy ne kapjak idegbajt. Ezt gondolom ti is megértitek. Legyen ez az igazi, nem ez volt az igazi! Ez a menet közben lövés nem az erősségem. Meg úgy a lövés, meg úgy a játékok egyáltalán. Úgyhogy... Nem is tudom, hogy miért próbálkozom, de... Nem adom fel, már csak itt össze kétszer kell találni. És igazából... Hol vagy? Na, mellé lőttem. Mert nem is akartam lőni, csak véletlen megnyomtam a gombot. Hát, addig beszéljünk gyerekek. Arról, hogy milyen szép a nap. Arra lettem figyelmes reggel, amikor felébredtem idő előtt, hogy... És akkor hó... Hol vagy? Na... Miért mindig itt a bal oldalon mi össze átok? Direkt, hogy azért ne tudjam megcsinálni, mi? Jó van. Végül is... Szóval arra ébredtem... Hogy esik a hó. Most tuti nem ez lesz, mert itt már volt. De igen. Sikerült másodszor, már csak órák kérdése is sikerülni fog a boss fight-nak a fele, azért ezt tegyük hozzá, hogy csak az egésznek az eleje. Szóval na, elmondhatnám már, amit akarok? Arra jöttem, hogy esik a hó, bazd meg. Tudom, hogy úgyis mindenki ezzel volt tele, a Facebook, meg az Istennek a fele is. Na, kész van! Most van a következő rész, teniszbajnokság. Jó lenne, rá Z-targetingolnék. Na, azért. Szóval mindenki ezzel volt tele a Facebookon. Na most az, hogy teniszeznik a Ganondorfra, ami azért fura, mert nagyon... Nekem nagyon nem tetszik ennek az egésznek a dinamikája, mert... Sokkal előbb kell ütni, mint gondolnád. És sokkal kevesebb se találja el, mint kéne. Úgyhogy... tessék, ennyit erről. Pedig azt hittem, hogy még idő vagyok. Persze, hogyha közelebb van, akkor még parább. De már nem látom, kb. Fél úton van ez a energia teniszlabda fos. És akkor elkezdesz ütni. Nélkülönben baj lesz. Na, hova mész? Na, ez jó jel mondjuk, tehát amikor messze megy...
Akkor teniszezni kell vele. Ah! Jó van, hát ez így jó lesz. Lehet, hogy mindjárt kitölöm az egész videót a fenébe. De tényleg az előbb megpróbáltam és könnyű volt. Hát ez hihetetlen! Jó van, hát végül is így is lehet, mindjárt meghalok. Akkor annak az lesz az eredménye, hogy megint nem kapott 2 hónapig videót, mert az előbb azt hittem, hogy ez egyszerű munka lesz. Mi a szar? Pedig időben nyomom a gombot, én ígérem. Jó van, még egy próbálkozásom van. Az a para, hogy még csak egyszer is találtam el. Ilyenkor minél többször bele kell vágni egyet, jó. Hát most végig is az idegesítő csipogás miatt nem fogom szabályozni magam egyáltalán. Á. Pont optimális a körülmények arra, hogy kinyírjam, nem? Gyorsan! Jó, hát mondjuk ha el sem találom, úgy nehéz. Jön ezekkel a közeli szarokkal. Jó van, most nagyon izgulok. Nagyon szeretném, ha értelmes lenne ez a felvétel, ha már ennyiszer beégtem. Jó, de azért nem kéne elugrálni előlük, hanem nyomni kéne itt az ipart. Na gyere! Survive, bazd meg! Megcsináljuk. Ah! Nem baj, legalább nem talált el. Azt hittem, hogy egyik már nem üt vissza. Az vagyok, már tökre elindulnék felé. Már mondjuk nem érek oda, hogy elüssem. Ah! Úristen! Pedig lehet, hogy még egyszer meg tudnám jól csapkodni. Ajaj! Ez új! Ez eddig nem volt. Jó van. Legalább nagyok voltak az izgalmak. De sikerült. Itt van Majondorf éppen dematerializálódik, amit valamilyen csodálatos módon minden egyes ellenség ebben a játékban csak dematerializálódik. Hé gyerek, egész jól csináltad. Úgy látszik, hogy tanulsz egy kis skillt. Hát, jobbat meg majdnem meghaltam, úgy olyan sokon nem múlott. Úristen. Azért úristen, ezek már tök izgalmas volt. De csak a fantomomat győztem le, hogyha majd az igazi énemmel harcolsz, akkor szar lesz. Micsoda haszontalan teremtmény volt ez. Elküldöm a dimenziók közé. Sliders. 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 Hát igen, jó elfáradtam. Nem baj, itt van egy hard container, hogyha úgy csak fél életem maradt. Legalább jó feltöltődünk, meg kapunk még egy hard containert. Kedves dolog. Amúgy, amit akartam mondani, csak az előbb így mafláskodtam a dolgokat az elején, az, hogy itt vannak ezek a képek. És hogy ilyen... nem tudom, mit ábrázolnak. Gondolom Majomdorf kastélyát, de ott van rajta egy link, ott áll a fán, ilyen Pán Péter stílusba. Ha látjátok. Ami nagyon érdekes, hogy Ganondorf miért velem dekorálja ki a házát. Biztos titokban nagyon rajongó. Ha? Hát belekerültem egy fura alakú telefon fülkébe. Haló, nincs nálam 20-as. Nem tudok senkit fölhívni sajnos. Csókolom. Ó, megint megérkeztünk Újpest központba. Ahol már az előbb is kíváncsi vagyunk, hogy vajon a Forest Temple miatt kivel fogunk beszélni ott a zöld érmének, vagy mi az? Tallér, hívjuk. Mert ilyen medálionokat gyűjtünk. Sárika! Köszönöm. Miattad egy bölcsként tudtam felébredni. Hát, én is kúra bölcsön ébredtem ma reggel. Sárika vagyok. A Forest az erdőtemplom bölcse, mindent lefordítok ilyen szépen. Na, mi jössz? Mindig azt hittem, hogy mindig tudtam, hogy jössz. Mert ismerlek. Nem. Nem ismerlek. Össze-vissza.
Nem kell magyarázat, hogy mi történt. Ja, persze, ma a Sárika is ki kéne, hogy akadjon, hogy miért nem vagy kisgyerek? Az a sorsunk, hogy nem élhetünk ugyanabban a világban. Sliders! Itt maradok, ahogy a erdő bölcse, és légy szíves, vedd el ezt a tallért. Az előző tallér az milyen színű volt? Én emlékeztek még, vagy nem? Ott van ilyen sárga, az ilyen sajtos tallér. ez most zöld lesz. És Link megszerezte a spenótos tallért. Egészséges életmód. Na. Megkaptad a Forest medáliont, avagy a spenótos tallért. Sárika, bölcsként éved újjá. Összekoccantottam a fogam. Bocsánat, technikai szünet. Szóval, Sárika, bölcsként ébred újra, és a hatalmát a tiédhez adja. Sárika mindig a barátod marad. Sárika, én mindig is tudtam. Ez most mi jött? Azért, mert kétszer beszéltünk, meg adott egy okarinát, amit így mondta, hogy nagyon vigyázzok rá, az közben nem is az van nálam, hanem egy másik. Egy kék, ami szebb. Na, várjatok. Milyen érdekes növény, pont mint a Star Trekben. Doktor, vizsgáljuk meg. Na? Egy Pokémon növény? Na, ez a rész, ez konkrétan tetszik, ilyen nagy relevációk történnek elvileg, hogy kiderül ez meg az. Szia! Én vagyok a Dekutri gyökér. Nagyon nem gyökér. Mi az? Rügy. Mondjuk. Az az új Dekutri. Ahogy Sárika és te megtörtétek az átkot a Forest templomon, most már nőhetek, meg virágozhatok. Köszönöm. Hát igazán nincs mit. Amúgy sem most semmi dolgom. Hé, láttad a régi barátaidat? Nem, egyik se ismer már fel a felnőtt testedben, ugye? Hát igen, ez a kamaszkor. Na jó, nem. Azért, mert a kokirik sosem nőnek föl. Még 7 év után is mindig gyerekek. Ez akár az elveszett gyerekek a Peter Pánból, te. Biztos azon gondolkozol, hogy miért csak te nőttél föl? Hát, nem. De nem tűnt fel egyáltalán. Tök normális. Ahogy mondja, ahogy már gondoltad, nem vagy Kokiri, hanem Hylian vagy. Mi a picsa az a Hylian? Nagyon örülök, hogy végre elmondtam neked ezt a titkot. Hát ez egy olyan titok volt, mint hogy... Kb. Hogy... Na mindegy. Nem tudom. De ez kúra hülye titok. Szóval itt egy legenda jön. Ez a rész egy kicsit. Ebben a részben egyébként a Ganon majomdolfon kívül nem fogunk csinálni semmit. Mert nem. Szóval, régen, amikor a király egyesítette ezt a izét, már nem látom mi történt, gondolom volt a tűz. Aztán, hogy a háború borzalmait elmeneküljön előle, a Hylian anyuka és a kisgyereke bejöttek a tiltott erdőbe. De szépen beszélek, mint egy robot. Anyuka súlyosan meg volt sérülve, és az volt az egyetlen választása, hogy a gyerekét a Dekutrire bízza, az erdő védelmező szellemére. A Dekutri érezte, hogy ez egy sós gyermeke volt, aki majd egyensúlyt tart az erőben, de később Darth Vader válik belőle mégis, úgyhogy elvitte magával az erdőbe. Nekem nem tudom, miért itt ilyen tűz. Ahogy anyuka elhalt, Jézusom, meghalt, a kisgyereket fölnevelték a kokirik, és most elégezett a sors napja, vagy a végzet. Meg a sors, meg a végzet. Hát Dekutri Sprout, ez egy annyira jó történet volt, hogy majdnem sírtam. Szóval Hylian vagy, és mindig is úgy volt megírva, hogy el fogod hagyni ezt az erdőt. Most, hogy megtanultad a saját végzetedet, tudod, hogy mit kell tenned. Igen. Meg kell mentened Hyrule földjét. Most, Link, törd meg az összes átkozó összes templomon, és hozz vissza a békét. Ingyen? Vagy most mi? Szerződésmódosítás, vagy valami? Erről csak erről nem volt eddig szó ilyenekről. Mit mondasz még? Szia! Én vagyok a Dekutri Sprout. Ja, ezt már elmondtad, te gyerek. Jó van, gratulálunk Pokémon fejű Dekutri... Jó van!
Hát ennyi lett volna a Forest Temple, így viszonylag 3 hónap alatt azt be is fejeztem a Forest Temple, tehát... Hogyha 2012-ben világvége lesz, akkor ne haragudjatok, de nem fogom végigcsinálni ezt a játékot addig. Persze megint mondhatnám, hogy persze majd több videót fogok csinálni, de... De ennyi, ez a tempó, ami megy. Meg egyébként... Csak jó, hát lusta vagyok, na. Na hát itt szaggat. Biztos a hülye sok fairy miatt, mint a Navi. Na de az a lényeg, hogy most vissza kell vennünk a következő templomhoz, addig elmegyünk. Nem fogom elkezdeni, csak nagyjából. Vagy majd meglátjuk, hogy hogy idegelem ki magam. Szóval a lényeg az, várja, itt a lovam. Szia, morzsa, vagy hívják Epona, de nem, én már rájöttem most ezennel Eponát átkeresztelem morzsának. Szerintem ez sokkal szebb név. És kb. Itt látható, hogy ezek gyökereken se tud átmenni. Ez egy szűk folyosó, nem igazán lovaglásra lett kitalálva. Ez szerencsétlen ló, mindenbe beleakad. Jaj, most komolyan morzsa. Oh. Hallod, gyalog, már odaértem volna. Nem lehet valami kóbásznak eladni? Na jó, azért. Nem, amúgy szeretem ezt a lovat. És arra lettem figyelni, most lehet közben nyilazni. Hogyha nem nyomnám több gombot egyszerre. Most nem megy, hát ennyit erről. Ja, hogy így kellett, jó. De most nem akarunk nyilazni, hanem megyünk vissza... Mit tudom, hogy hívják már, Kakariko Village-be. Már olyan régen játszottam, hogy nem tudom mit, hogy hívnak. Kicsit égő. De nem, ahhoz képest a Majondorfot, igaz, hogy levittem majdnem nullára az életemet, de kiírtam. Na, meg is érkeztünk. Na, morzsa. Állj meg gyorsan. Be akarok menni még mielőtt leszáll az éjszaka. Na, morzsa, itt a várjál szépen. Legeld le a tobozokat a fáról. Csak nehogy közben zsiráffá evolválod, hogyha nagyon nyújtogatod a nyakod.